Még nincsen döntés arról, hogy a Lánchídról kitiltják-e az autósokat. Nyáron társadalmi párbeszéd indul, ezt ígértem a Karácsony Gergely főpolgármester. De az egyik lehetőség valóban az, hogy a felújítás után csak a buszok mehetnek majd át a hídon, meg persze a biciklisek, gyalogosok, de a normál autóforgalom az megszűnne. Karácsony Gergely szerint az autósok érdeke is az, hogy kevesebb legyen az autó Budapesten. Több szervezet tiltakozik a terv, a tervek ellen, köztük a Kereskedelmi és Iparkamara. Kapcsoljuk Zsapka Zsolt alelnököt. Jó estét kívánok! Nyilván látta, hallotta, olvasta Karácsony Gergely javaslatát. Mit szólnak hozzá? Hát igen, láttuk, és jelen pillanatban egy kicsit úgy tűnik, mintha minden hétre tartogatna nekünk valami megdöbbentő kijelentést. Éppen azért, mert múlt héten indítottunk el egy online válaszokat várunk a vállalkozóktól egy online kérdői formájában, amit a mai napig több mint 6000-en kitöltöttek, ez pedig a pesti alsó rakpartnak a lezárásával kapcsolatban. Ma meg már arról kell majd gondolkoznunk, hogy mikor indítjuk el a következőt. Nagyon bízom benne, hogy ez nem minden héten fog megtörténni. Több mint 6000-en válaszoltak az előző kérdőívünkre, ami még nincs is lezárva, jövő héten zárjuk le, és 63% elítéli a lezárást, és mi a vállalkozók nevében tudunk nyilatkozni, és azt látjuk, hogy a vállalkozók nagy részét el fogja lehetetleníteni ez a fajta lezárás. Azt azért tudni kell, hogy Magyarország vállalkozásainak 41,9%-a itt van regisztrálva Budapesten. Több mint 300 ezer vállalkozásról beszélünk. Nem teheti meg a főpolgármester, hogy nem kommunikál velünk, és azokat a javaslatokat, amit mi megteszünk felé, azt figyelmen kívül hagyja. Na várjon, akkor rengeteg kérdés van egyből. Egyrészt mitől tartanak a vállalkozók, és valóban nem egyeztetett önökkel, vagy önökkel sem a főpolgármester? Nem, hozzánk még megkeresés nem érkezett, mi most ezért önállóan elindítottuk, amint említettem, az online kérdőívet, és ezt fogjuk majd, és ennek az eredményét bemutatni mind a sajtónak, mind pedig nekik. Bízunk benne, hogy figyelemmel fogja kísérni a mi munkánkat, és akár meg tudja azt is fogadni, amit mi javasolni fogunk. És hogy a kérdésére válaszoljak, miben a vállalkozók miben látják a problémát, egy nagyon egyszerű példa. Zöldséges reggel be kell, hogy jusson a termékkel. Ha lezárják azt a fajta keresztforgalmat, ami jelenleg a pesti alsó rakparton folyik, akkor az eddigi idő az megtöbbszöröződik, vagy be sem fog jutni. Mit fog akkor mondani? Vagy föl fogja emelni az árat, mert neki is munkaóradíja lesz, vagy azt mondja, hogy be fogja zárni azt a vállalkozást. El fog lehetetlenülni. De akár nézzük meg azokat az építőipari vállalkozókat, akinek felújítani kellene mondjuk régi bérházat a belvárosba. Nem fog tudni bejutni. És nagyon egyszerű, azok a vállalkozók, akik minden nap használják a gépjárműjüket Budapesten, ebből rengeteg van, egyszerűen nem jutnak el időben arra a címre, ahol megrendelték esetleg a szolgáltatásukat. Külföldi nagyvárosokban ez hogy működik? Segítsen nekünk, tud külföldi példákat? Tehát mondjuk valamelyik nyugat-európai nagyvárosban, fővárosban akár, hogy alkalmazkodnak a belvárosi vállalkozók a gyalogos autómentes zónákhoz? Ők mit kapnak ott cserébe ezért? Hát, hogy pontosan mit kapnak, ezt a felmérést még mi nem készítettük el, mert most vagyunk az elején, de az látszik, hogy bármikor és bármelyik országban bevezetik azt, hogy vannak olyan belső zónák, ahova nem hajthatnak be autók, nyilván akinek ott van üzlete, az behajthat, ez az egyik, és mielőtt megtörténik bármiféle ekkora változtatás, ami egy ekkora közösségre hat, előtte társadalmi egyeztetés, plusz a helyi kereskedelmi és iparkamarának a véleményezését kikérik. Azt nem lehet tényleg megtenni, mint említettem, hogy akár egy turisztikai szezonban nem fognak tudni odaállni a hajók mellé azok a kiszolgáló teherautók, amivel mondjuk fel tudják tölteni adott esetben a szállodahajónak az éttermét. Ez nagyon nagy kiesés lesz mind a turizmusban, mind pedig a beszállítóknál. Pontosabban ezt nem tudjuk még, hogy odaállhatnak-e majd a kiszolgáló autók mondjuk a rakparton a szállodahajókhoz, mert önöknek, tehát a vállalkozóknak még senki nem szólt erről, és a terveket nem látták, és az önök véleményét sem kérdezték meg ezek szerint.
Hát igen, csak például ma reggel hallottunk, a bicikli forradalom van, kerékpáros forradalom van Budapesten. Ebből nekünk egyelőre csak annyi következik, hogy itt nem fogják engedni ezeken a bejelentett útszakaszokon a gépjárműves közlekedést. Lehet, hogy majd későbbiek folyamán, ahogy az egyeztetések zajlanak, akkor lesznek különböző enyhítések a vállalkozók felé, de jelenleg ez még nem történt meg, és mi semmi más nem kérünk, hanem hogy hallgassanak meg minket, és tudjunk együttműködni. A mi javaslatainkra figyeljenek oda, mert még egyszer mondom, több mint 300 ezer vállalkozást érint csak Budapesten. De ha kitekintünk, Pest megyéből is rengetegen jönnek be Budapestre, és nagyon nagy az átmenő forgalom, hogyha valaki jön az M3-asról, és szeretne esetleg az M7-esre átmenni, nagyon sokan a városon keresztül fognak átjutni. Ami azt jelenti, hogy még nagyobb lesz az a fajta dugó, ami most kialakult. Plusz a pandémia alatt 2020-tól ugye azt láttuk, hogy a turisták elmaradtak. Abban bízunk, hogy az idei nyár folyamán minél több turista érkezik Budapestre, nem csak külföldről, hanem minél inkább vidékről hozzánk. Viszont hogyha nem tudjuk azt biztosítani, hogy zökkenőmentes közlekedésben legyen részük, akkor azt fogják mondani, hogy köszönöm szépen, azért nem jövök föl Budapestre, hogy meg tudjam nézni akár a Halászbástyát, de mire oda én följutok, eltelik 3-4 óra. Csak a fővárosi szakaszon. Ezt nem engedhetjük meg, mert a fővárosi vállalkozóknak szükségük van arra a fajta időintervallumra, amíg A-ból B-be megfelelő időben oda tudnak érni. Igen, nem értek a közlekedés szervezéshez, de úgy józan észre átgondolja az ember. Lehet, hogy érdemes lezárni a Lánchidat Budapesten, lehet, hogy érdemes lezárni a rakpartot Budapesten, mert van erre igény, de nem az lenne az első lépés, vagy a nulladik lépés, hogy akkor alternatív útvonalakat tervezünk, építünk, alakítunk ki, és akkor nem lenne gond például a vállalkozóknak sem az, hogy kell áthatolniuk Budapesten, és a dugókban kell állniuk. Tehát, mintha megfordult volna Budapesten a sorrend, és csak a végcélt látja a főpolgármester, hogy ne legyen autó a Lánchidon és a rakparton, de nem történtek meg a fontos előkészületek. Igen, egyetértek. Ráadásul ugye, mint az előbb kérdezte, más európai országokban hogy történik, pont így, ahogy az előbb elmondta. És mi semmi más nem szeretnénk, ha itt is így történne. Plusz nem szeretnénk azt az érzetet hetente, hogy megint, meg attól félni, hogy most megint mivel fogják akadályozni esetleg a vállalkozóknak a munkáját. De itt nem csak vállalkozásokról van szó, a mi felmérésünkben 20% 10 fő alatti foglalkoztatottság volt a válaszadásokban, és 40% a válaszadóknak, akik azt mondták, hogy nem támogatják ezen lezárásokat, 10 fő fölötti munkavállalói rétegnél dolgoznak. Azért a magyar statisztikákban az látszik, hogy a munkavállalóink 78%-a mikro- és kisvállalkozásoknál dolgozik. Ekkora mennyiségű munkavállalónak, ami itt Budapesten van, nem nehezíthetjük meg úgy az életét, hogy még kommunikálni sem kommunikál a vállalkozókkal. A elnök úr, kettő mondatra van időnk, azt mondja, hogy önöket még nem keresték, nem egyeztettek önökkel, meddig várnak, és mit tudnak tenni, hogyha nem érkezik a telefon vagy az e-mail, hogy menjenek a Városházára tárgyalni? Mi nem szoktunk várni, nem ez a feladatunk, nem ezért vagyunk a kamarában. Elkészítjük ezt az online kérdőívet, és utána mi fogjuk felkeresni a főpolgármester urat, és ugyanúgy, mint más témákban, akár a taxistarifa emelésben, javaslatot fogunk tenni arra, hogy hogyan lehet ezt úgy végigvinni, hogy a vállalkozók se szenvedjenek csorbát az elkövetkező időszakban. Nagyon szépen köszönjük, mi pedig majd figyelünk arra, hogy mi történik ebben az ügyben. Zsapka Zsolt, köszönjük!